A viharos időjárás Baranyát sem kerülte el. Ilyenkor fokozottan az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni, ezt azonban sokan nem veszik figyelembe. Ezért több autóbaleset is történt a hétvégén térségünkben. Kaptuk a tájékoztatást a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől, Horváth Nikolett Csillától. Az elmúlt hétvégén főleg az eső miatt avatkoztak be a Baranya vármegyei egységek, közúti balesetekhez, illetve az eső miatt kidőlt fákhoz riasztották őket. Talán a szombat volt, ami a legkritikusabb napnak mondható, akkor 5 közúti balesethez is riasztották őket. A vizes úton több autó letért, felborult, valamelyik fának is csapódott. 2 esetben a tűzoltóknak kellett a sofőröket kivágni az autóból. A nagy erejű szél több fát kicsavart, megtépázott, balesetveszélyesített. Ezeket is el kellett távolítani a katasztrófavédelem tűzoltóinak a további balesetveszély, életveszély elhárítása miatt. Vasárnap 11 alkalommal riasztották a Baranya vármegyei tűzoltókat. Közutakra dőlt fák, nagyméretű, törött, magasban lógó, veszélyeztető faágak miatt. Ezeket a tűzoltók motoros láncfűrész, illetve kézi erő segítségével távolították el. A fakidőléseknél a baleset elhárító beavatkozást a pécsi, kumlói, sásdi, siklósi és sejei hivatásos tűzoltók végezték. A vihar során épületkár, személyisérülés nem történt. A gépkocsi balesetek alkalmával a sérülteket kórházba szállították.